Az elkövetkezőkben a Jókaimor Városi Könyvtár programjairól szeretnék néhány mondatot szólni. Májusban néhány saját könyvtári rendezésű programunk is lesz. Ilyen az Amatőr Költők és Írók Klubjának következő találkozója, amelyre május 23-án fog sor kerülni. Ez a klub 2 éve, március 2-án Arany János születésnapján alakult. Havonta jövünk össze itt a könyvtárban, és most már megmutatkozási lehetőségek után is nézünk, és találunk is. Legutóbb ilyen volt a Költészet napja alkalmából. Április 11-én a Tóth Árpád emléktáblánál lezajló ünnepségen való részvételünk, ahol Hászirénke Tóth Árpádhoz című versét Lip Szilvia olvasónk mondta el, így kapcsolódtunk a városi rendezvényhez. Este folytatódott könyvtárunkban a Költészet napi rendezvény, ahol Ludrovszky Mária volt is a szegi lakos Színek és érzelmek című kiállításának megnyitójára került sor többek között. Ez a kiállítás május 15-éig megtekinthető könyvtárunkban. Családi könyvtár lévén májusban be fogunk kapcsolódni a gyermeknapi rendezvényekbe, május 24-én, ahol délután 2 órától, ahogy érdeklődés lesz, a gyerekek számára irodalmi rejtvényeket, mesefelolvasást fogunk tartani a rendezvény helyszínén. Az Ökopuckó szintén a könyvtárnak, mint családi könyvtárnak az egyik kis közössége, 1 éve alakultak. A májusi program nem a könyvtárban fog zajlani, hanem kirándulnak az arborétumba, ahol fenyőhajtásokat fognak gyűjteni, és fenyőszirup fog belőlük készülni. Erre a rendezvényünkre is szeretettel várunk majd minden érdeklődőt. Több intézménnyel itt a helységben nagyon jó a kapcsolatunk, ilyen például a Klapka György Általános Iskola. Több évtizedes hagyomány, hogy a Klapka vetélkedő a Klapka napok alkalmából a könyvtárban kerül megrendezésre. Erre az idén május 15-én kerül majd sor, délután 1 órakor, aminek a fő témája ugye az iskolatörténet és a helytörténet lesz. Mint családi könyvtár támogatjuk a kisközösségeket, és ilyen önszerveződő kisközösség lett ez az Ökokuckó is, amely 1 éve működik könyvtárunkban. A májusi foglalkozás az nem itt a könyvtárban zajlik, hanem kimennek a résztvevők a Gödöllői Egyetem területére, ahol fenyőhajtásokat, fenyőrügyeket fognak gyűjteni, amelyből fenyőszirup készül, amely nagyon jó többek között például a torokgyulladásra. Minden érdeklődő szeretettel várunk erre a rendezvényünkre is.